Szevasztok, üdvözlünk mindenkit az AG második podcastjében. Ezúttal is Róli barátommal vagyunk itt, és beszélgetünk egy röpke órában, legalábbis úgy tervezzük, a hát érdekes kalandjátékokról, illetve ilyen hibrid kalandjátékokról is, ez majd eldől a következő egy órában. Szia Róli! Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit! Hát Mondhatjuk azt, hogy a mostani podcast inkább az aktualitásban fog így elmerülni, és mondhatjuk azt is, hogy lesz azért egy régi játékunk, ami, amivel én játszottam egyébként, és szerintem mindenki nagyon jól ismeri, de erre majd így a, a podcast végén fogunk kitérni. De szerintem kezdjük is el így azokkal a játékokkal, amikkel nemrég játszottunk, és elég komoly aktualitása is van folytassuk a, akkor most az én játékommal, ami nem más, mint a Kane, a Bridge of Spirits. Na, szuper. Hú, ugye ez a játék őrületesen nagy hype kapott már, amikor bejelentették kb. Így, az első, mit tudom én, ilyen CG videót megcsinálták róla, és már akkor mindenki azt mondta, hogy hát ezzel a játékkal játszani akar. Aztán jött az első gameplay videó, akkor meg aztán főleg mindenki azt mondta, hogy ez világ legjobb játékkal, az egy nagyon kicsi testvérpáros által elindított Ember című játékfejlesztő stúdió. Uh, nyilván nem ketten dolgoztak a játékon, hanem nagyon sokan. Ugye a védjegye ennek az Ember Labnek uh, az, hogy ők főleg animációs és uh, ilyen kisfilmes uh, grafikai munkákat, projekteket csináltak, és uh, annyira nagy tapasztalatot szereztek így a vizualitásnak a lehozásában, hogy úgy döntöttek, hogy ők akarnak csinálni egy játékot. Na most ezt róluk tudni kell, hogy óriási Zelda fanok, és ez látszik egyébként a a Kainán is, már nem azért, mert annyira jól összerakott le játék lenne, mint mondjuk egy Zelda, mert egyáltalán nem. A Zelda azért egy, egy iszonyatosan összerakott játék, meg, meg bonyolult, meg, meg tehát minden tekintetben más kategória, de, de látszik azért, hogy megvolt meg már az a, az irány, amit ők képviselni akartak, hogyha már egyszer csinálnak egy játékot, akkor milyen lesz az a Kane végig játszottam, ugye megvettem, megvettem a héten a játékot, végig is toltam, nem túlságosan hosszú a játék, bár egy kicsit rövidebbre számítottam. Na ez mondjuk például nem egy Psychonauts 2 méret, mert jól emlékszem, 11, valamivel több mint 11 óra alatt értem a végére. Jó, nem csináltam meg mindent a, világ térképen, de, de azért a legtöbb dolgot igen. És ez a 11 óra azért elég masszív volt, de Összességében azért egy jó játék volt. Tehát azt el lehet mondani róla, ugye, hogy a kéna egy külső nézetes akció-kalandjáték, amiben a, a felfedezésnek elég nagy szerepe jut. Ilyen kataklizma történik ebben a világban, ahol ő él, és teljesen rontásnak indítja az egész világot. És neki ebben kell segítkeznie, hogy feltárja, azokat a dolgokat, amik egyébként nem egy esetben személyes tragédiákon keresztül vezetnek ennek a megismerésére, és hogy ezt az egészet ő helyre hozza a cselekedetei által. Szóval eléggé kalandjátékos amúgy, ez az egész. Nyilván a, a legtöbb rész az akció, illetve az ügyességi részeken alapszik, de maga a történet mesélése az... Meg, meg a szekvenciáknak a felépítése, amiről majd mindjárt beszélni fogok, az eléggé kalandjátékos lett. Ez egy semi-open world játék, tehát nagyon open world-nek azért nem mondanám, de jól elkülöníthetően megtalálhatóak ezek az area hubok. -ok. Tehát van egy area hub, akkor az, az annyira magától értetődő, meg nyilvánvaló, hogy, hogy ott mit kell majd csinálni, meg miből fog felépülni, hogy teljesen egyedivé teszi egyébként az összes ilyen sok ilyen területet, például van egy olyan terület, ami nekem a kedvencem volt, ami egy az egyben ezekre a fizikázós logikai puzzle épülnek. Egyébként a videómban raktam is bele egy jó pár ilyen példát. Ugye ezek a fizikázós puzzlek egy képességünkhöz köthető, van egy ilyen fénygömb, amit ha eldobunk, és szétrobban, akkor bizonyos sziklákra kell mondjuk dobni ezt a fénygömböt, és ez szétrobbantja a sziklákat, és utána azokkal kell kicsit pöcsölni, hogy milyen irányba állítsuk őket. Van, hogy mondjuk a továbbjutásunk függettől, de van olyan is, hogy bizonyos alakzatokat kell létrehozni, hogy azok a sziklák összeálljanak, és mondjuk a kulcsa egy, egy nagyobb terület megnyitásának. És akkor ebből van egy csomó. És ez az egész arra van, hogy szépen felvezesse, hogy mi fog történni a pályának a végén. Ehhez köthető például a boss fight, ehhez köthető például az egyik területnek a végleges megismerésem, és nagyon spoilerezni nem akarok, de a lényeg az, hogy szépen össze vannak fűzve a, a területnek, meg, meg az egyes karaktereknek, fightoknak a megismerésével. És szerintem igazából ez a legnagyobb ereje amúgy a múlja játéknak. Hogy nagyon összefüggően tudja hozni a, a játékmenetet, meg, meg ezeket a játékmechanikai elemeket. Azzal, ami végül a, az adott pályarésznek a végén vár. És hmm. ezek ugye általában a csúcsosodnak ki, amik meg bizonyos karakterekhez köthetőek. Mert ugye ez a rontás ez az egész világot magával ragadta. A karakterek, akiknek a személyes tragédiáit megismerjük, meg átéljük, azok tulajdonképpen az egyes boss -ok. És de az ő legyőzésük az nem azt jelenti egyébként, hogy felülkerekedünk rajtuk, ez is érdekes amúgy a játékban, tehát nem felülkerekedni kell ezeken az embereken, meg kvázi legyőzni, hanem felszabadítani őket. És a kettő mm -hmm. között szerintem elég nagy különbség van, mint mondjuk egy... Mint a Dark Souls-ban, ott az a lényeg, hogy felülkerekedjél. Hát ugye egyrészt az önmagad által támasztott ügyességeden keresztül, meg a, a szemből jövő elég nagy fenyegetésen keresztül, felülkerekedjél egy egy óriási nehézségen. Itt, itt, itt is van nehézség, amúgy, tehát nem túl könnyű, főleg az utolsó harmadában a játék, ott a bosszfájtok -ok azért elég szépen feladják a leckét ott rengeteg ügyességre, meg koncentrációra szükség van. De itt is ugye harcolsz ellen, mint hogy, mert úgy mondod, hogy felülkerekedni, akkor harcolsz Ja, 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 igen, igen. Így a harcról nem is nem beszéltem még egyébként, igen. És De konkrétan harcolni kell. Ugye kéne, van az a varázsbotja, és az az elsődleges fegyvere, illetve van egy ilyen fény íja, az a másodlagos fegyvere, és akkor vannak még ezek a van ez a fénygömb, amit el tud dobni, azzal tudja szétrobbantani a dolgokat. stb. És akkor ezeket használva kell legyőznie azokat, akik szembe jönnek vele. Ugye vannak ezek a kis ellenfelek, azok adják igazából a harcnak a sava borsát. Ami mondjuk ebből a szempontból nem nagyon tetszett, az az volt, hogy. Tehát, hogy nagyon kiszámítható volt, hogy megérkeztél egy helyszínre, akkor gyorsan beszpónoltak az enemik, akkor őket legyűröd, mész tovább, akkor most jön egy másik feladat, megcsinálod, megint mész tovább, és már tudod, hogy megint be fognak spawnolni az enemik. Ja. Na ez azért órákon keresztül, ez rámutat úgy a játéknak a, a, az egyhangúságára, és arra, hogy nem kifejezettem mély azért ez a játékmenet, amit ide beraktak. Tehát jól ki van dolgozva az, ami benne van. Tényleg jól működik az egész, de nem tud, nem tud kellő mértékben elmélyülni, mert túl sok az ismétlődés benne, és kevés a, a kevés például a, a képesség. Meg, meg a képességeknek a, a jelentősége az nagyon alacsony. Tehát körülbelül kettő, kettő három képesség volt az, amit folyamatosan használtam, és van a játékban mit tudom én 15. Tehát, hmm. hogy így, mi van a többivel? Igen, hát, hogy... kit érdekel, Igen, hogy van többi? De azt hogy így leszartam nagyibben, hogy ott van az a íze, amit, amit meg tudok oldani két képességgel, nem fogok bűvészkedni a maradék 15 15-tel. És ez, ez például egy Igen. probléma ugye egy játék esetében, hogy nem kondicionál arra, hogy egyre többet és jobbat megtanuljál belőle, mert hogy azzal párhuzamosan strófolja egyre feljebb ugye a kihívást. Tehát általában ez szokott lenni egy jó játékban, hogy oké, okay, hogy egyre többet és jobbat tudsz, de akkor a, a világ is úgy fog változni veled szemben, hogy akkor egyre többet és jobbat követel tőled. Ö, olyan ellenfeleket mond, dob, mondjuk eléd. Az ügyességen belül egyébként ilyet, ezt megoldja, tehát van, van olyan boss fight, amit, amit mondjuk a játék elején, ...hez képest nem nagyon tudnál legyőzni, ha, ha azt mondjuk, hogy a képességed a játék elején vannak. Tehát azért tudnod kell pár dolgot, meg ki kell ismerned pár dolgot a játékban, ahhoz, hogy mondjuk a, a, a végén az egyik bossfightot mondjuk le tud nyomni. Tehát ilyen valóban van. Azért nem mondanám teljesen flatnek az egész játékélményt, de nyilvánvalóan a, a mélység, ami, ami mondjuk a konkurenseiben benne van, az itt azért hiányzik. Viszont az animációk, meg, meg, úgy általában a grafika, a, tehát a vizuális tálalás, meg a, a világoknak a, a vizualitása az valami elképesztően lehengerlő. Igen, az a képek, képek alapján is, amit néztem, az... az hú, igen, <gül> tehát... <gül> tényleg, hogy csak ilyen fú, tudsz rámondani, mondani, hogy nagyon jó. És igazából... A néz ki az végig. Minden. Igen, és ez adta el amúgy a kéne szerintem elsődlegesen. Tehát ránézett az ember, és úristen, én ezzel játszani akarok. Nem érdekel, hogy milyen a játék, de ez annyira jól néz ki, hogy én játszani akarok ja. vele. És én ezt nem is akarom elvitatni a készítőktől, tehát látszik, hogy a munkának a nagy része az ebbe ment bele, hogy minden nagyon a helyén van, minden nagyon élő, lélegző, tényleg nagyon organikusnak tűnik a legtöbb helyen a játék. Tehát gyönyörűen néz ki, tehát lehengerlő tényleg az egész. Jó, mondjuk És azt tudni lehet, hogy uh, mennyire, milyen erős gép kell hozzá, vagy valami, hogy egy ilyen grafikához ez? Unreal hát 4 azért ez is? Igen, ez egy Unreal 4-es játék, és uh, hát kell hozzá azért gép, 16 giga RAM kell, azt hiszem a minimum 12 giga, tehát azért nem mondanám túl alacsonynak uh -huh. a gépigényt, de elvileg egy 1070-esen elfut, ugye nekem egy 3080-as kártyám van, úgyhogy nekem nem volt vele különösebb problémám, de de kaptam hmm. olyan visszajelzéseket, hogy például egy 2060-as RTX-en azért már elég szépen be tud droppolni az FPS, úgyhogy kell hozzá a vas, igen, hogyha felrakott high mondjuk a beállításukat, és nem, nem csupán full HD-ben játszoló játékkal. Igen. Azért megköveteli ezt, igen. De, de tényleg például a betöltési idő az valami két-három másodperc volt nálam. Tehát iszonyatosan össze van rakva a játék, nagyon stabil, Egyetlen crash bagom volt egyébként. Egyszer, a, van egy feladvány a játékban, és nagyon nehéz volt rájönni arra, hogy mi a megfelelő sorrend. Az mondjuk az volt az egyetlen puzzle a játékban, amire fogtam a fejem, hogy ja, buzz, meg, nem tudom, már az összes kombinációt kipróbáltam tényleg, és akkor az egyik bejött végül. De, de hogyha bizonyos alkalommal rosszul csináltam meg a puzzle-t, akkor kikresselt a játék. Hát miért azért nem sűrűn tapasztalok, de itt azért meg volt, Úgyhogy... Hát ő így büntetett. Igen, igen. Nem tudom megcsinálni. Akkor takarodjál innen a játékban. Vannak olyan játékok, amik árérték arányban azért sokkal pofátlanabbak szoktak lenni, mint mondjuk a Kéna. Tehát ezt is az ő javára írnám, hogy, hogy persze nem nem ér fel a, a, a konkurenseihez, meg, meg azokhoz a nagy elődökhöz, ahonnan lopta az ötletet, mert kb. mindenhonnan összelapátolt valamit. Igen. De nem is kér érte teljes árat. És ez azért valahol szerintem elég korrekt. De van, vannak olyan sétaszimulátorok mondjuk, amik ilyen 30 euró, 30-40 eurókat kértek el, és mit tudom, két óra alatt végig kell sétálni menne. Na, hát a sztoriért. <laughs> ja, a story story. Igen, a nagy deep, deep storyért. Na, az például ehhez a játékhoz képest ezt mind Igen. dobnám a kukába például, mert a, és azokhoz képest a Kéna viszont tényleg egy, egy fantasztikus játék, de, de mondom azért megvannak a, a maga problémái, de, de mindenképp egy, egy pozitív csalódás volt így végül. Kicsit kevesebbre számítottam, és lehet, hogy ezért csalódtam pozitívan, de azért látom, hogy hol lehetne fejlődni, és én abban bízom amúgy, hogy a következő játékokban azért többet meg, meg, meg saját saját ötletek kellenek még több és azokon dolgozni, ugyanebben a grafikai kivitelezésben, és akkor azt mondom, hogy az úgy nagyon pöpec. Engem még ami érdekel, mert Érdekelne, hogy én ugye nagyon szeretem a játékokban a narratívát. Néha sokkal jobban, mint magát a játékmenetet, vagy valami Aha. sokkal többet adok is neki, vagy adok ezekre a dolgokra, és pont ezért jönnek be nekem ezek az indikalandok is a narratívák miatt. Szóval engem ez érdekelne, hogy például, oké, okay, nem a legmélyebb a játékmenete, de viszont mennyire érdemes kipróbálni azoknak, akik csak a történetért játszanak. Uh -huh. Mennyire izgalmas a történet, vagy az is ugyanilyen lapos, hogy. Hogy előre kiszámítható? Nem mondanám, hogy nagyon izgalmasnak a történetet, mert átvezetőkben mesél, tehát kevésbé uh -huh. mesél a játékmeneten keresztül, inkább átvezetőkben, de azok viszont top. Tehát olyan, mintha egy, tényleg, mint egy Pixar animációs filmet néznék. Konkrétan a minősége az, az nagyon nehezen megkülönböztethető egy, egy Pixar vagy egy Dreamworks animációs filmtől. És emiatt lehet, hogy érdekes lehet, de, de maga a történetnek a mondani valója engem személy szerint, és ez tényleg egy szubjektív dolog, annyira nem kötött le, meg annyira nem fogott uh -huh. meg. Megmondom őszintén, hogy ami viszont igen, ahová kifut ez az egész, az, az sokkal meghatóbb volt. Szerintem annál, mint ahogy menet közben próbálták elmesélni a történetet. Valo valahol ott az eleje közepe eleje közepe az nem tudott annyira erős lenni narratív szempontból, mint ahová végül kifutott. Tehát ott, ott tényleg az volt, hogy, hogy egy megható vége volt. Meg egy, meg egy, szeretetteljes vége volt szerintem a játék végének. De ehhez egy kicsit talán jobban kellett volna, vagy érdekesebben kellett volna elmesélni, hogy, hogy lássa az ember, vagy hogy felkészüljön az ember arra, hogy, hogy hová fog kifutni végül a játék. Ebből volt ez amúgy mesélve, csak. Nem tudom, nem, engem annyira nem. Lehetett volna izgalmasabb. Igen, például, ami jobban megoldotta az Orient the Blind Forest. Azt tökéletesen megoldotta például. Az egy nagyon jó példa erre, hogy hogy hogyan lehet ezt a történetmesélést. És az még a játékmenetet is belevette valamennyire. De, de ott például nagyon lehetett érezni végig, hogy, hogy itt valami. Tehát, hogy így sírni fogunk a végén, hogy így mondjam. Aha. Nyilván én nem sírtam, de, de azért meghatódtam így a végére. Például annak a játéknak is, mert ott azért már éreztem, hogy ha ha ki, valami itt, 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 tuti, hogy valami lesz. Aha. És a Kínában is ma hasonló, de tényleg nem ennyire katartikus vagy, vagy dramatikus. Azt Csak a történet miatt én nem mondanám, hogy érdemes végülni ezt a 11 órát. Hát uh -huh. akkor majd, ha nem lesz, mivel játszonom, akkor esetleg kipróbáljuk. Ja, igen, viszont, viszont tényleg tud okozni élvezetes perceket, meg órákat akár. Érdemes kipróbálni, hogy érdemes ránézni, az biztos. aztán uh -huh. hamar eldönti az ember egyébként. Az első egy-két óra alapján el lehet dönteni szerintem, hogy, hogy akar-e az ember ebbe több időt belerakni, vagy sem. Minden esetre írjátok meg, szerintem sokan vártatok ezt a játékot, meg sokan játszottatok vele, úgyhogy írjátok meg a kommentben nyugodtan, hogy ti mit gondoltok a Kénáról is. Úgyhogy ennyi lett volna. Szerintem menjünk tovább. Jó van, akkor a másik játék, amivel én játszottam, az a Kraken Academy volt, ami egy elvileg egy narratív, egyszerű pixel kalandjáték, viszont sokkal, de sokkal többet tartalmaz annál, mint amit mutat. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a felül, egy felülnézetes pixel art van szó, és körülbelül úgy képzeljük el a stílusát, mint a régi japán RPG-ket, hogy felülnézetből nézed, ugye, és akkor kis pixel karakterek szállnak száll ja, a igen. térképen. Uh -huh. És ugye itt szállatgálsz a térképen, elég nagy a térkép egyébként, ami különböző részekre van bontva, ezek a részek az elején még nem elérhetőek a játéknak, és fokozatosan, ahogy teljesíted a missziókat, úgy ezek uh, nem is, hogy automatikusan nyílnak meg, de pénzért te vehetsz oda belépőket. Uh -huh. Na most ez így furán hathat, hogy miért pénzért, mert még belépőket, úgyhogy el is mondom a, a játéknak a történetét, hogy miről szól. Egy fiatal srácot irányítunk, aki a nő, akit a nővérével együtt beíratnak ebbe a Kraken Academy nevezetű gimnáziumban vagy főiskolába ezt, ezt nem tudtam eldönteni, hogy pontosan mi, valamilyen akadémia féle, mm -hmm. és itt különböző uh, résztegekben lehet tanulni, valaki művészetet tanul, valaki zenét, valaki színészetet, stb. 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 És uh, az akadémia területén él egy hatalmas nagy Kraken ször a helyi tóban. <laughs> Vártam, hogy mikor jön képbe a Kraken. <laughs> Tudti, hogy lesz valami Kraken, is tényleg. Igen. És ez egy olyan varázserővel ajándékozza meg a karakterünket, aminek segítségével képes visszautazni az időben. És ez, ez körülbelül úgy történik, mint a The Forgotten City-ben volt, hogy te visszatudsz utazni három napig, nappal ezelőtre, és amit te megszerzel, tudást és tárgyakat, azt megtartod. Uh -huh. De viszont a többi karakter, aki ugye ott szerepel ebben a, a játékban, azok elfelejtik, hogy te ott már jártál. Aha! És, és ugye miért ajándékoz meg minket ezzel a varázslattal? Kiderül, hogy az egész uh, Krakan akadémia három napon belül megtámadják valamilyen uh, űrből jött uh, idegen fajok, mind ilyen Lovecraft-szerű valamilyen szörnyek, és ezek vagy megölnek mindenkit, vagy ilyen őrületbe kergetik az embereket, ugye. Uh -huh. Uh, és ez lesz a fő feladatunk, hogy uh, ezt megakadályozzuk, és ezt úgy, úgy, tudjuk megakadályozni, hogy uh, ki kell szabadítanunk négy őrző szellemet, akik valamilyen oknál fogva, ezt most így elfejtettem, nem tudom mondosan megmondani, de beleköltöztek némelyik diákba, vagy ott tanuló uh, karakterbe. Azért mondom így, hogy ott tanuló karakterbe, mert van itt egy kutya, aki festészetet tanul. <laughs> van, egy, van, egy, van egy, beszélő brokkoli, aki csak simán brokkoli kisasszonynak neveznek. <laughs> Azt a mindegy, elég elborult úgy, a játék. Én úgyhogy most rá is térek arra, hogy ez a játék, mondom, sokkal többet tartalmaz annál, mint amit megmutat. Ez egy teljesen őrült, bizarr, abstrakt, szürreális valami. <laughs> amit én nem tudom, hogy hogyan volt képes valaki kitalálni, de, de, de sikerült nekik, és a helyzet az, hogy, hogy, hogy én ezt a Psychonauts 2-vel egyszerre kezdtem el játszani, és talán nem kellett volna, mert mind a kettő annyira elborult, Na. hogy komolyan mondom, szünetet kellett tartanom két napig, hogy oké, okay, akkor most én belekezdek inkább a szélből be, egy nyugodt meditatív játékba, mint, mint ebbe a kettőbe, hogy folytassam. Hú, de komoly. Igen. Jó be lehet, és, akkor. <laughs> ja. Egyébként a demójával játszottam, és abba az volt a poén, hogy ők, ha jól emlékszem, vagy csak én nem jutottam el odaig, de nem jutottam el addig a részig, amíg megkapom ezt az idő visszatekerős varázslatot. Úgyhogy én tökre azt hittem, hogy ez egy őrült poénos kalandjáték, amiben csak túl kell a gimis éveket, vagy mit tudom én, hmm. valami story majd lesz. De és, és rendesen meglepődtem, amikor jött ez a Kraken, és hogy akkor most segítsek neki, adott, neki, adott nekem egy ilyen visszatekerős izét, varázslatot, és akkor mondom, egy egész, egész poénos megoldás, hogy ugye erre alapszik az egész logikai, a legtöbb logikai fejtörő, hogy te most old meg ezeket a feladatokat egy bizonyos időn belül, és ezeket a feladatokat te úgy oldod meg, ahogy szeretnéd, akkor, amikor szeretnéd. És ami jó benne, hogy minden egyes ilyen feladat, például a szellemek kiszabadítása, az nem egy sablonra épül. Tehát minden egyes, minden négy szellemet különböző módon kell neked kiszabadítani, különböző logikai fejtörőkkel, és ugye az elmondottak alapján már sejtetitek, hogy a debülség miatt ezek a fejtörők is ugyanolyan debülek, szóval ha nem tudod, hogy milyen a kell csinálni, de amikor rájössz, akkor egyrészt úgy, 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 eszedbe jut a dolog, hogy ú, az meg, hát ez így is lehetett volna, erre nem gondoltam, de nem gondoltál rá, mert nem, nem gondoltad azt, hogy egykor a hülyeség ja. az egész, hogy így, így, kell megoldani. Hogy... De azért való logikus Igen. egyébként ez a következtetés, amit itt csinálni kell, vagy pedig kicsit azért absztrakt módon kell gondolkodni ebben a játékban, már említetted ezt a jelzőt rá. Tehát kicsit nyugodtan Igen. eldobhatja az ember így a a logikus. Uh, addig, ameddig én eljutottam bele, mert sajnos ez is egy olyan játék, amit még nem fejeztem be, de mindenki végig szeretnék játszani, mm. uh, 25 százaléknál tartok, ugyanis jelzi nekünk a játék, hogy mennyit oldottunk meg, mennyi feladatot, és addig uh, ki, sikerült kiszabadítanom egy szellemet, és megoldanom pár ilyen uh, mellékküldetést. Az első szellem kiszabadítása tök logikus volt, uh, bement bementünk egy helységbe, és ott volt világított négy egy ilyen ikonféle, és ott meg is jegyezte a karakter egyébként, hogy fú, ez biztos fontos lesz. Szóval első dolgom ugye lefényképezni, és akkor egy ide után elkerültem egy helyre, ahol viszont egy ilyen nyomogatós eszközökön be kellett kapcsolnom ezeket az ikonokat olyan sorrendben és olyan színben, ahogy ott voltak. Szóval mm. Ez, ez, az első feladat, ez tök egyszerű volt, de viszont a melléküldetések már ilyen poénosabbra sikerültek, például be kellett jutnom egy helyszínre, és az ott dolgozó fickó nem engedett be, mert hogy ott vannak neki valamilyen személyes cuccok, vagy nem is tudom, és akkor ő elmondta, hogy nagyon szereti a teát. És akkor ez, ez volt az, az a info, ami nekünk kellett, ugye elmentél egy helyre, vagy vettél valami teát, vagy valamit szereztél, vagy a másik helységben sikerült valami altatót szereznem, és akkor én összekocsváltam neki egy teát, amibe beleadtam az áltatót, és ő kidőlt. De viszont meg lehetett volna ezt úgy is oldani, hogy én egy normális teát főzök neki, mert ő elmondta azt is, hogy miért szeret. Hogyha olyat főztem volna neki, akkor ő a barátom lett volna, mint hogy hivatalosan játékban van egy olyan rész, hogy barátokat szerezhet. És ezzel valamilyen plusz pontot kapok, amit még egyelőre nem jöttem rá, hogy miért, miért jó ez barátokat szerezni, de gondolom a játék végén ez majd valami oka lesz annak, hogy neked minél több ilyen barátod legyen, uh -huh, uh -huh. mint ellenséget. Úgyhogy mondom, ezeket a feladatokat többféleképpen meg lehet oldani, és ez egyébként tök jó, mert mindenki úgy csinálja, hogy, ahogy szeretnél. Szeretem a játékokban, hogy nem csak egyfajta képen lehet valamit Igen. Uh, megoldani. Jó hangzik. Uh, a, még amit így külön kiemelnék, az a zene, az uh, nagyon jó benne. Uh, ilyen nem tudom, valamilyen, híresebb, vagy még ha nem is híres, de tényleg, hogy adtak a minőségére, egy ilyen zenekar vette fel ezeket a számokat. Nagyon hasonlít a japán stílusú vizuális novellás zenékre, ilyen tudod, ilyen vidám, ilyen dütrű, igen, igen. És maga a játék is egy picit hasonlít a japán vizuális novellákra. Amikor beszélsz karakterekkel, akkor itt alul megjelenik ugye a szöveg, és mellette a karakternek a, az ábrázolása, és ez már teljesen kézzel rajzolt, nagyon jó minőségben. Uh -huh. Úgyhogy simán el tudod képzelni, hogy hogy is néz ki ez a karakter, Nem kell neked pixelek alapján kigondolni, hogy na most ez vajon ki lehet. És azt már említettem, ugye feladatok vannak a főmissziók, mellékküldetések. Ja, és ugye még az elején említettem, hogy jegyeket kell venni, és úgy kell feladani egy, egy területeket ehhez ugye pénzre van szükségünk és a pénzt azt ö, ö, úgy kapjuk meg, hogy műanyag flakonokat gyűjtünk, az bedobjuk egy ilyen automatába, az meg dob nekünk pénzt érte na most ez az egyik leg úgymond repetitív része a játéknak mert mész egy baseballütővel és szétütöd a, a szemetes kosarakat szétütöd a ö, öltöző szekrényeket és abból szerzelte te műanyag flakonokat úgyhogy lényegében tönkreteszed a sulit annak ellenére, hogy itt meg akarod érni. Ja. <laughs> úgy, 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 ez is ilyen paradoxon. Néha jó. Néha jó érdekében <laughs> rossz dolgokat is kell csinálni, Igen. gondolom. <laughs> ja. Na, és a, a karakterek mindegyike nagyon érdekes, mindegyik különböző. Uh, ahogy említettem, van ez a beszélő brokkoli, akkor az a kutya, aki festeni tanul, van egy ilyen őrült hobó, aki mindig feltűnik a WC-ben, és a wc uh -huh. úz, meg tör, meg összeverekedik más karakterekkel. Akkor van ott egy vén nyanya tanítónő, aki már rég nem dolgozik a suliban, de még mindig bejár, és, <tosz> és, és tanítgatottam. Elfelejtettem, hogy neki már nincs dolga. Igen, igen. De nem, is, nem is lövök le több point, mert ez tényleg úgy, hogyha az ember fedezi fel, mert onnan ez a vényanya is, ez, nem is gondolnád, hogy, hogy nem is odavaló, mert, mert az egész úgy kezdődik, hogy bemész egy, az első órádra, és bejön a tanárnő, ez a vén Az rendesen letanítja az órát, és akkor a végén jön egy másik tanárnő, hogy mi a francot keresel itt a tűnymán picsávet. Hát, hogy igen, ö, annak ellenére, és ezt még külön kiemelném, hogy ö, németek készítették, a humora szerintem nagyon jó. Uh -huh. Már ugye ismerjük a német humort, de nem mindenkinek jön be, és igazából Igen. nem mindig olyan poénos, mint amilyennek ők szerették volna, hogy legyen. De ez szerintem azért ennyire jó, mert nem egyszerű humor, hanem mondom, ez a teljesen bizarr, uh -huh. bizarr humor, amit vagy szereted, vagy nem szereted, úgyhogy uh -huh. ezen embertől függ. Akkor Kraken Academy. Igen, Kraken Academy, erről is ha játszottatok vele, mindenképpen játok meg kommentben, hogy esetleg mennyire tetszett nektek. Készül már hozzá egy videó is külön, és egy teszt. is. Uh -huh, uh -huh. Na király, hát gondolom, hogyha a végére értél, vagy elég, elég kiismerted a játékot, akkor Igen, kíváncsiak igen. igen majd. a, a, a azt kell tudni, hogy ez is nagyon nagy hype-al indult, ugyanis nagyon szépen néz ki, úgy néz ki, mint egy animált film. Animáció, szóval ez a japán animált filmek. Valahol olvastam, hogy talán Möbius stílusára hasonlít. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az első óra után maga a, a különlegyenek a grafikának szép, azt elismerem, de viszont a készítők beépítettek egy olyan dolgot, hogy Megpróbáltak lelokkolni, lezárni az FPS-t, főleg a karakter mozgásának. Ezért tűnik Nagyon-nagyon idegesítő tud lenni, Na. és nem, én, én nem találtam meg a beállításokon belül azt, hogy ezt kikapcsoljam. Hmm. Szóval hiába vittem fel az FPS-t, van egy olyan rész, hogy unlock az FPS, tehát full benyomod, ameddig csak bírod, de viszont a, a karakter mozgása az megmarad 10-12-n, úgyhogy egyszerűen zavarta a szememet az, hogy vagy azért, mert ugye nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy most akkor vagy full szépen, simán fut minden, és a másik dolog, hogy nem értettem, hogy ez mire volt jó, hogy most ők oké, okay, akartak egy ilyen animált mesét készíteni, de eddig az, az, azon belül, az egy órán belül, amit játszottam, nem jöttem rá, hogy ebben mi mi olyan, ami tényleg, amit ki akarok most nyögni, hogy miért kellett ezt ennyire animátra venni, hogy miért értelme mm -hmm. volt ugye ezt így lelokkolni, mert abból az egy órából nem derült ki számomra. Lehet, hogy később lesznek olyan jelenetek, ami pont beillenek ebbe az FPS logba, de én később... most csak a főhősnek az animációjára gondolsz, ugye? Hogy miért ilyen darabos? Igen, hát, igen mert a, a, többi karakter az csak egy helybe áll. Úgyhogy ez egy picit ilyen kihalt. Hiába nyílt világú, de senki nem csinál semmi, csak áll egy helybe. <laughs> <laughs> Úgyhogy, úgy, ilyen <laughs> ja, fura, fura ez az egész. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, még azt sem tudom, hogy én ezt be fogom fejezni ezt a játékot, mert egyenlőre egyáltalán nem vonz sem a narratíva, sem maga ez a nyílt világ, hogy én felfedezzem. Nem értem azt sem, hogy miért élnek ezek az emberek. Ugye a, arról szól a fősztori, hogy egy főszereplő lánt irányítunk, akinek az a feladata, hogy megtalálni egy maszkot, ami megadja neki az identitását a klányán belül. Na most ehhez el kell indulni egy hatalmas nagy ö, útra, ö, ehhez kap egy motort, ilyen lebegő motort, szóval a science fiction játékról van szó, és ö, fel kell fedezni az egész környéket. Na most azt nem értettem, hogy miért élnek ezek nomád életmódot, miért élnek ezek egy nyílt sivatagban, hogyha van nekik egy ekkora fejlett ugye, technológiájuk, és ott van egy rengeteg lezuhant, űrhajó, amiket ugyanúgy felfedezhetsz, és azok az űrhajók még mindig működnek, mert ha bemész, megnyomsz egy gombot, akkor úgy minden bekapcsol, és lejátszik mindig valamilyen audio felvételt, ami hozzád valami tudja a történethez, hogy mi történt ott, meg miért. Szóval lehet, hogy a későbbiekben ez kiderül, de, de így az elején egyáltalán nem vonz az, hogy én ezt felfedezzem, mert nem is értem, hogy miért van ez, hogy, hogy miért nem akarnak ők mondjuk több technológiát kiasztalja, hogy ne a nyílt sivatagban, a forró napon aljának egy helyben. <gül> egy egy <gül> Lát, mondani, az hogy ez, ez egész olyan tökre fura a, a felvezetés. Nem lehet egyébként, egy hogy előtt. hasonló itt is a megoldás, mint a Horizonban volt, hogy volt egy ilyen nagy kataklizma, ami bár azt mutatja, hogy előtte ilyen nagyon fejlett életet éltek az emberek, sőt igazából a Dark Earth-ben is ugyanez volt, hogy volt egy nagyon fejlett világ, jött egy kataklizma, és bár annak a fejlett világnak a maradványai még mindig megtalálhatóak, maguk a, az emberek, meg a társadalom, az egyszerűen visszaszorult egy olyan. Ö, Társadalmi működési perifériára, ami nem engedi azt, hogy csak úgy visszataláljanak az egykori önmagukhoz. Valami ilyesmire tippelnék egyébként. Nem tudom, Igen, hogy erre utaló jel, jel van-e például a szébőlben. Én is, én is erre tippelek, vagy még arra is tippeltem, hogy ez egy teljesen más univerzumban játszódik, hogy, uh -huh. ugye, vagy, vagy, vagy még arra is tippeltem, hogy ö, évekkel ezelőtt, vagy évszázadok az ezelőtt az emberiség ö, kolonizált valamilyen bolygót, csak valami tönkrement, és akkor ők ott ragadtak, még erre is tippelek. Remélem, hogy benne lesz, mert ha tényleg csak arról szól a játék, hogy te megtalál egy maszkot, tudod, hát, hogy azt... csak ott lebeg a, a, a sivatagban. Uh -huh. Na, no, nem tudom. Én azt hallottam egyébként még a sabre hogy van egy csomó hely, ugye, amit felfedezhetsz, ugye ezzel a lebegő motoroddal, Igen. és hogy minden hely mesél neked annyit, <coughs> meg fel tudsz fedezni annyi és olyan dolgot, ami, aminek pont van annyi értelme, hogy tovább menjél, és, és egyre több kérdésed, de ugyanakkor válaszod is legyen a játékban. Ez ezt kapta így a legnagyobb dicséreted benne. Tehát, hogy van értelme annak, hogy ezt a kihalt világot folyamatosan bejárd, mert mindig egyre többet és többet tudsz meg belőle. Igen. Egyébként én is elolvastam egy-két cikket, és mindenki dicsérte a narratívát, szóval uh -huh. szerintem hogyha ráülnék, akkor biztosan többet megtudnék ezekről a dolgokról, de mondom így, így preview-nak, így, így, ettől félek, hogy, hogy, mondjuk nem ez lesz a fő célja a narratívának, hogy ezt így bemutassa, ah. hanem inkább arra fog ráülni, hogy, hogy, magát az embert megismerje, mert ugye arról van szó, hogy ha te a maszkot azért találod meg, hogy a te maga identitását a karakterednek megtaláld, és azt is olvastam még az egyik tesztben, hogy különböző maszkokat találsz meg, és a végén te, mármint a játékos választott ki, hogy még maszkot szeretnéd használni, mm -hmm. szóval valaki például a, a térképrajzolósat választotta, mert hogy azok nem tudom, belátják a területet, meg jobb questeket kapott miatt, vagy én nem tudom, valami hasonló dolgok miatt. Egyébként még amit itt külön megjegyeznék, hogy a lebegő rob robot mellett nagyon sokat fogunk uh, szaladgálni is, és ugrálni is, és uh, állítólag, én nem játszottam a Zelda-val, de hogy a Zeldából ból szedték ezt a megoldást, hogy felugrasz a sziklára, és akkor te mászol, de közben neked figyelni kell az energiádra, mert az is A, Igen, abból szedték ja. És, uh, és uh, rengeteg ilyen fejtörő kötődik ehhez, hogy uh, ott van mellette egy órási nagy szikla, ahova fel kell másznod csak, semmi tanpontot nem kapsz, hogy most hogy, hogy indulj el. Úgyhogy neked kell rájönni arra, hogy hol fogod meg, merre ugrasz. És ők kibírod el, igen. el egész, amíg felmész. Uh -huh. Ami viszont rossz, és ezt ki is emelték a más uh, ilyen tesztekben, hogy egyszerűen nincs néha értelme felmászni, mert amit találsz a tárgyát, az nem ad semmit hozzá, sem a történethez, se ez max kapsz egy picikét valamilyen ilyen pénzbeli valutát, vagy valami tárgyat, de semmi értelme nincs, hogy te ezeket begyűjtsd. <laughs> <laughs> ez, vagy... ez a legjobb módszer a játékos jutalmazására, Igen. hogy megdolgoztatod, hogy utána ne kapjon semmit. Ja. Ami nagyon fura, hogy akármilyen magasságból leesel, semmi baj, nem történik a karakterednek, tehát nem büntet a játék végképp. Max azzal büntet, hogy ha nagyon magasról esel le, akkor kezdheted előről, hogy megint fel, ami néha tényleg idegesítő. A játék zenét egyébként az English Breakfast uh, Japán együttes szerezte, nagyon jó ez is, viszont hasonló a hiba benne szerintem, mint a Death stranding volt, hogy hiába jó az OST, egyszerűen be van skriptelve, hogy mikor uh, játszol neked azokat a zenét. Aha. És ezt említettem is nektek, amikor a Death stranding játszottam, hogy mi értelme van ekkora jó OST-t vagy soundtrack használni, Hogyha nem hallgatod meg, csak akkor, amikor a fejlesztők akarják, hogy Na ja, igen, szóval... az egy direktori... ez egy ilyen ez egy, ez egy, Igen, igen, hogy, hogy óriási területet jársz be, tényleg, hogy rengeteget ö, utazol, és nem hallgathatsz közben zenét, csak mit tudom én, milyen sivatagi, ilyen tingli-tangli tudod. Nem, nem azt a jó zenét, amit mondjuk vártam tőle. Uh -huh. Uh -huh. Úgyhogy ezt, ezt nem értem ezekben a játékokban, hogy a licencelés miatt van ez, vagy valami más oka van, nem tudom. Hát én erősen azt gondolom, hogy ez inkább ilyen direkcióbeli döntés. Például Death Strandingben is az volt, hogy amikor megérkeztél mondjuk egy nagyobb területre, vagy rálátta egy nagyobb területre, akkor jött be egy bizonyos trackje a játéknak. Mert a direktor azt akarta, hogy azzal a, a track által, árasztott hangulattal, és mi, miközben látod, hogy milyen a táj, azzal átadjon valami üzenetet például. A mm -hmm. Kocsimánál ez erősen jelen volt. Lehet, hogy de ez csak egy tipp, hogy itt is erre akartak appellálni. Hát, mondjuk még azt, hogy uh, én ezt megértem egyébként, hogy mondjuk folyamatosan lokolta volna ki ezeket a zeneszámokat, csak akkor legyen már az, hogy elérhetem később. Ja. Tudod, ha már egyszer megkaptam, akkor elindítom, esetleg legközelebb is, hogyha vagy bármikor, amikor én szeretném. Ö, szóval a széből ennyit tudtam mondani. Ö, nagyon meditatív játék, és, és én szerintem főleg azoknak fog ezt tetszeni, akik ö, nyugodt emberek. <gül> <gül> nagyon nyugodt emberek. És nem és, sietnek és, ö, sehova. <laughs> és nem sietnek sehova, és nekik elég egy játékban annyi, hogy tényleg elmennek, felfedeznek valamit, tanulnak valamit ott, és akkor mennek egy másik helyszínre, és nincs benne harc, nem lehet benne meghalni lényegében az egész, az egész az utazásról és az ön, a karaktered felfedezéséről szól semmi más. Uh -huh, uh -huh. Hát kíváncsi leszek, hogy mit fogsz róla mondani, hogyha még raksz bele esetleg pár órát, de hát azt majd úgy is eldöntöd, hogy ja, meglátjuk. Na. Aha, <laughs> ja, meglátjuk ja, igen. Mennyire nem dob ki a játék esetleg magából. Igen. Na, hát akkor szerintem térjünk rá a retro blokkra. Megpróbáljuk ezt így rendszeresíteni. Úgyhogy most megint hoztam egy retro játékot, amit szerintem mindenki ismer, és vannak bizonyos aspektusai, hogy miért ismeri meg bárki egy pillanat alatt ezt a játékot, ez nemes, mint a Neverhood Chronicles. Van az a tipikusan ismerős soundtrack része, ami, amiből egy-két dallam, hogyha felcsendül, ugye ez a Claymannek a az intrója, akkor egyből mindenki tudja, ez a Neverhood, ez a Neverhood, és tényleg, tényleg egyébként így elővettem nem tudom hány év után a játékot, amivel én egyébként legelőször, még nagyon kicsi koromban, azt hiszem egy 97-es PC vel demo CD-n játszottam, és már akkor is lenyűgözött, de most így elővéve, egyébként 20 nem tudom hány év után, vagy 10 nem, már nem, mikor, nem is tudom mikor játszottam, mert utoljára az a lényeg, hogy nagyon-nagyon régen, és valami elképesztően időtálló tudott lenni ez a játék, már ami a vizualitást illeti. Ugye ezt Duck Tennebillék csinálták, akik annak idején az Earthworm Gym játékokat is készítették, és utána megalakította ez az úriember a The Neverhood nevű céget, vagyis hát fejlesztő csapatot, és maga Neverhood a Neverhoodnak a mármint a játéknak a címe a Neverhood Chronicles, tehát nem csak simán Neverhood, az maga a csapat, és maga a játék maga a Neverhood Chronicles, és ugye ebben a világban ez egy teljes mértékben egy létrehozott világ, hogy ezt claymation hívják állítólag, ezt most tudtam meg amúgy, ezt az animációs formát, amikor teljesen gyurmából animálják meg ugye magát a filmet és három tonna gyurmát használtak fel erre a játékra. Láttam ilyen archív felvételek, hogy így tolják be egy raklapszámra a gyurmát, és akkor <laughs> ott ide, konkrétan összegyurmázzák az egész helyszín, nagyon brutális. És ö, óriási mákja voltam úgy Duck tunnel mert ö, ugye megkörnyékezte a nagy stúdiókat ezzel az ötletével, ilyen megalomán ötlet volt ez annak idején. Talán még most is az lenne szerintem, mert óriási menő egy ilyet megcsinálni. És a, a Steven Spielbergnek a cége, a DreamWorks mondta azt, hogy jó van, adunk rá pénzt, és akkor csináljátok meg a játékot. <kül> Úgyhogy ezért lehet az, amikor elindítjátok a játékot, hogy a DreamWorksnek a logója ott van, mert hát, hogy ők adták ki végül. És hát ugye ennek a játéknek a főhőse Clayman, aki belekerül ebbe a világba, és már az is ikonikus egyébként, ahogy elkezdődik. Ugye van az, hogy fekszik a padlón, klémen, és akkor kattintani kell az egérrel, mert amúgy nem mozdul meg. Ez egyébként egy csomó más játék is átvette, most így belegondolva, hogy nem tutoriálozgat. Amúgy a japán verzióban van ehhez egy tutoriál, hogy nyomjál ide, és akkor kinyílik az ablak, meg a tehát a japánoknak el kellett magyarázni, hogy ne lepődjenek meg, hogy nem történik semmi a képernyőn interakció ja, nélkül. Mondjuk, mondjuk ez nekem is jó lett volna, mert én is gyerekkoromban játszottam, és nekem az a sztorim emellé, hogy a nagybátyám hozta az a dobozos verziót, Uf. én nekem nem is volt számítógépem, nem az övé volt, ő is csak kölcsön kapta. Uh -huh. Én akkor ugye nem is tudtam, hogy fú, hát ez most oké, okay, dobozos verzió, semmit nem mondott nekem. Uh -huh és uh, nekem ugyanez volt, hogy a francot kell csinálni, tudod, mit nyomják meg, úgyhogy uh -huh. <laughs> gyerekkorban lehet, hogy jó lett volna nekem is egy tutorial, mert uh, emlékszek a legtovább addig jutottam el, amíg uh, el nem ez a szörny, az a, az a gyurma szörny. Igen, igen és szépen. egyébként pont az első, nem is az első, hanem a második helyszín, mert az egy ilyen képkockákra van bontva az a játék, és pont a második helyszínen, hogyha lemész a létrán, akkor van egy ilyen papírdarab, és az mindig ilyen hinteket ad, a éppen aktuális tennivalóról. Tehát a legelső hint az, amikor Aha. ott van az, ugye ez a húsevő virág, vagy szörny, vagy mi az, és ugye az ő szájába kell belerakni ezt a gyűrűt. És akkor először azt írja le. Aztán később, hogyha visszamész, teszel-veszel a világban, és visszamész, akkor megint más hintet ad. Tehát ez folyamatosan változik. Aha. Egyébként ilyen agyament dolgokkal tele van ez a játék. Ugye de mielőtt ebbe belemennék, azért elmondanám, hogy nem nagyon kell magyaráznom szerintem a, nekünk, a, minket hallgatóknak, hogy mi az a Neverhood, de aki esetleg nem ismerné, ugye ez egy részről egy 2D point and click kalandjáték, más részről, meg amikor irányítod magát a karaktert kint, a, amikor kijutsz ilyen nagyobb területekre, akkor beátvált belső nézetbe. Leginkább a miss a, a point and click interfészét használja, vagy megoldását, és olyankor kell átmenni egyik területről a másikra, jó pár területre van egyébként felosztva ez a játék, és folyamatosan meg kell ismerni hogy ezt a világot, tehát nem rág az ember szájába semmit, tehát folyamatosan meg kell ismerni ilyen logikai feladványokon keresztül, amik eleinte annyira nem tűnnek nehéznek, meg, meg, meg olyan borzasztónak. Én is tökre meg voltam lepődve rajta, hogy amikor most így felfrissítettem a emlékeimet, hogy hát ez, ez tényleg nem is volt olyan gáz, aztán utána úristen később nagyon brutális elborult puzzle vannak benne, tehát, hogy így kell a papír meg a celuza hozzá, szerintem. De, egyértelmű. Kell hozzá memorizálni, főleg amikor ezeket a szimból, az ilyen szimbólumos feladványokat kell. Hú, uh, Az nagyon durva, tényleg. A... Én, én, én őszinte leszek, én soha nem fejeztem a Neverhood-ot. elkezdtem gyerekkorban szerintem több, mint húszszor, mert még a haverokkal együtt is játszottuk, de lényegében azok ok mindig az volt, hogy megnézzük a szörnyes jelentet, mert azon... Igen, ja, zseniális, alatt, <laughs> tudod. Ja. És utána meg hiába próbálkoztunk tovább jutni, de tök hülyék voltunk belőle, úgyhogy ez sose sikerült. Aha. Egyébként. Hát nem csodálom egyébként, mert tényleg nagyon nagyon nehezek, de de mindig megvan a megoldásom, hogy többször rá is vezet a, a játék. Például van az egér, amikor az egér egeret kell a a legutolsó egérjukba navigálni, akkor amerre néz az egér, amikor éppen ráviszed egy lyukra, és kijön a másik lyukból, akkor mindig néz valamerre. És amerre uh -huh. néz, az lesz a következő lyuk, ahova vinni kell. És ezt nem kommunikálja a játék, ezt neked kell rájönnöd, mert a ahányszor bemegy egy lyukba, mindig vagy jobbra, vagy balra néz. És akkor feltűnik egy idő után, hogy most miért jobbra, most miért balra néz. Et akkor nyilván van valami értelme a dolognak. És akkor rájössz, hogy hát persze, mert arra kell menni. Tehát vannak ilyen dolgai a játéknak. Én a közlekedést nem kedveltem benne annyira, ugye van több alkalommal is egy ilyen kis, nem is tudom mi ez, amiben bele kell ülni, és akkor azt kell hajtani. Ja, ja, igen, igen. Hosszú, hosszú helyeken kereszt, Úristen. Tehát az... De ugyanez, amikor például van a, még a játék elején az a helyszín, ahol ilyen 40 oldalon keresztül kell végigmenni, Konkrétan. <laughs> az szerintem az a világ egyik legnagyobb szivatása Az A valamikor belekerült. Mondom, ezt kitalálta <laughs> ki, az meg. Hogy... És egy kazettáért kell elmenni, ugye, a legvégén. Egyetlen egy, egy, egy kazettáért, igen. És közben kiderült egyébként, mert nyomkodtam a, a izét, a játékot, és akkor láttam, hogy. Meg... Tehát ilyen írások vannak a falon. És az azért... írások nem, 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 nem. nem, hanem a, nem? a konkrét nem. története le van írva a játéknak. Ja, a falon. A történet, igen. Bazz meg! És ilyen rohat hosszú, nagyon durván hosszú. Mire azt elolvasod, ilyen nem is tudom menni. Nagyon sok idő. Most, ne, most nem is emlékszek, hogy az olvasható egy. Olvasható olvasható. Igen, igen. igen. Megjelenik olvasható. rendesen, és akkor scrollozol lefelé, és akkor írja le a történetet. De hát ugye a bevezetés is ilyen. Akkor a baromság amúgy, hogy ilyen, nem tudom, van vagy két-három oldal, és akkor olvasom, és így semmi értelme az egésznek, hogy most meg fogod ismerni az igazságot, az egyetlen igazságot, ami, amin felül nincsen más igazság. És akkor ennyi a szövegnek a lényege körülbelül. Aha. És akkor a következő, igen, és akkor ott tartottunk, hogy, és ilyen semmit mondás oldalakon keresztül mondom, azért ne húzzátok az időmet, meséljetek valamit. És akkor ilyen hülyeségekkel van tele a játék. Na mindegy, szóval igen, ezeket a kazettákat kell közbe gyűjtögetni, hogy van egy ilyen kis gép, ilyen kis lejátszó, ugye, amiben bele kell dobálni ezeket, és azon keresztül ugye a, a a testvére, a, ez a Willy Trombone meséli el a történetet. Hm. Ilyen tényleg tök jó pofa animációs ilyen kis filmen keresztül, is de technikailag ez a játék, ez egyszerűen lehengerlő. Tehát tényleg annyira jól néz ki még a mai napig, meg annyira jól meg jó, Nyilván most nem a felbontásról, meg a színmélységről beszélek, de, de maga az egész, amilyen igényesen meg van csinálva, és ezek a jelenetek, amiket te is említettél, amik, amik ilyen animációs kisfilmként meg vannak benne csinálva, szerintem frenetikusan jól meg vannak rendezve szerintem. Tehát tényleg megnézi egy ember, aki még soha nem látta ezt az egészet, Tudom, igen. hogy fogni fogja a hasát a, a röhögéstől. Én, én, én nem tudom, hogy ez most keverem-e valamivel, de mintha a Spielberg is uh, benne lett volna. Hát, Never annyi, Huttam hogy a Dreamworks. Nem tudom, hogy producer -e, vagy. Na igen, a Dreamworks, akkor azon keresztül, igen. Szóval, valószínű... szóval azért a Dreamworks besegített gondolom, ezekbe a rendezésbe. Jó, Ja, ja, ja. Simán át tudom képzelni, amúgy, igen. És lehet, hogy ez az, ami hiányzott az új részből, ami a Az Igen. készült. Egyen. Úgyhogy valószínűleg ott, ott azért már. Én azzal nem játszottam, de tudom, hogy nagyon sokan eléggé. mert nem tetszett nekik, úgymond. A meg hát. ott már 3D is volt. Ez ugye teljes mértékben uh, stop motion animáció. Tehát az egész úgy, ahogy volt. Aha. Itt, itt csak gyurma volt. Meg, meg az a. Tehát ami animáció lejátszódott, az meg volt csinálva kézzel. Ennyi. Semmi 3D, semmi CG, semmi. Tényleg minden az egész úgy, ahogy van egy nagy gyurma film. És ez frenetikus. Tehát nyilván óriási meló, tehát szerintem el se tudjuk képzelni, mekkora munka egy ilyet megcsinálni, de ettől ennyire jó. És ezt a Neverhood tökéletesen bebizonyítja. Úgyhogy euh, tereg, a, te leszámítva azt, hogy mennyire szivatósak benne a puzzlök, meg, 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 tényleg elborultak, euh, ettől függetlenül szerintem annyira ikonikus darabja amúgy így a kalandjáték palettának, hogy aki még nem próbálta esetleg ki, az, az, mindenképpen pótolja. És tehát tényleg érdemes. És van kétféle végkifejlete a játéknak, ugye egy jó, meg egy gonosz. Hát kvázi gonosz, igen. Ugye ez a klog, ez a... <laughs> ez is olyan gonosz figura, ez a klog egyébként, és szakadtam a rögéstől rajta. Tehát ahogy meg van animálva, meg inkább ilyen, ilyen nem is tudom, hogy önmaga karikatúrája. Tehát a gonosz karikatúrája inkább. Nem, nem ez a belejé gonosz. Tehát ez a szerencsétlen, akint csak röhögsz egyébként. És meg ugye van a, a, ki, a, király, ennek az egész világnak a királya, aki meg mély álmát alussza, és akkor tulajdonképpen az a végkifejlet, hogy oda eljussunk. És még annyit akartam elmondani, hogy mennyire érdekes kontrasztot az ad az, és ez több jelenetben is já látszódik a játékban, hogy euh, amikor távolról látjuk ezt az egészet, tehát látjuk magát a világot, de körülöttem mindig minden fekete. És euh, ez több jelenetben így meg, euh, nagyon előtűnik, vagy tűnő, hogy euh, olyan, mintha egy ilyen nagyon kietlen világ lenne ez. És valahogy tök érdekes a kontraszt, hogy ott van ez a színes, te tényleg teljesen színes, gyönyörűen megcsinált... Euh, világ, ez gyurma világ, és körülötte egy csomószor felsejlik ez a nagy feketeség, ez a háttérben. Igen. És tök érdekes hangulatot ad ennek az egésznek. Meg a másik dolog a zenéje, ugye? Ami egy ami fantasztikus és nagyon emlékezetes ilyen Dixieland jazzi zenéje van. És ugye ez hirtelen mindig elhallgat, amikor belső nézetbe kerülünk és ott játszunk, és olyankor meg csak ilyen ambiens, hangok igen, mennek. Igen, mint, minden ilyen science fiction Igen, külön. igen, hú, hú, hú. igen, 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 és teljesen más hangulata lesz az egésznek, amikor ott bolyong, az kicsit olyan, olyan, mintha ellennél veszve, tehát hogy igen, Ilyen, félig meddig, félig, meddig, horrorisztikus. Igen. Mert emlékszem, gy gyerekkoromban úgy rendesen úgy meg is hökkentem, hogy uh, ú, most nem merek, nem merek, előre menni, mert mi lesz ott? Ja, igen, a ször, igen. Mert először játszottam, ez most is bennem van, hogy az úgy emlékszek rá, hogy ú, uh, ú, uh, ne, ne. Ja, most merre menj, jobbra, <laughs> balra, úr is, mi lesz ott? Á, nem merek arra menni, <laughs> és tényleg ez a, ez, ezt a feelinget adja, és amikor meg, végül megérkez egy helyszínre, akkor meg van ez a megszólal, az a jazz zene, látod ott Clayment, ö, nyugodtan kattingathatsz meg mindent, tehát az, az, az kicsit olyan könnyedebbé Igen. válik ez a játék, és tök érdekes, hogy ezt is így ennyire kontrasztosan megcsinálták ezeket a dolgokat benne. Úgyhogy nem is nagyon akarok többet beszélni már erről a játékról, de mindenképp írjátok meg ti is, hogy volt a -e dolgotok vele, mert szerintem rengeteg fanatikusa van amúgy ennek a játéknak, és nagyon sokan lehet, hogy nem is játszottátok végig, vagy, vagy, csak régi emléketek van róla, én azt is szívesen látnám amúgy a kommentek között, hogy kinek mi volt az első ilyen találkozása mondjuk ezzel a játékkal. Róli már elmondta, én is elmondtam, hát ha van valakinek még egy-két ilyen érdekes sztoria vele. De, de tényleg Neverhood az, az egy kihagyhatatlan darab, és erről most megint már nem első alkalommal, de megbizonyosodtam, most elővettem a játékot pont a podcast miatt. Úgyhogy örültem neki. Már megvan a következő alanyom, akit most arra Igen, is akartam. Szasz, vagy az még titok? Hát majd az kiderül a következő podcastban legyen, leyen meglepetés. De még az változhat, de, de már megvan szerintem. Na, Hát akkor szerintem itt az ideje könnyes búcsút venni a kedves hallgatóságtól. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok ebben a podcastben is. Reméljük egy kicsit azért jobb volt most a hangulat, mint az előzőnél, mert ott azért megkaptuk, hogy kicsit azért, mintha borongósabb témájú játékokat meg dolgokat vettünk volna elő, most azért próbáltunk most más meg főleg, főleg csak <laughs> ja, ilyen <igen. gül> humorosak lettek. Ja. Egyébként akaratlanul, megmondom őszintén, nem is gondoltam erre, hogy a a kommentre, de úgy jött ki most ez a lépés, a tényleg csak humoros játékok jött. Ja, igen, igen, ez egy ilyen könnyedebb adás lett. Aztán majd találkozunk a legközelebbi alkalommal, nyugodtan egyébként írjátok meg, amiket már említettünk, illetve hogy milyen ötleteitek vannak, nagyon szívesen várunk ötleteket, nekünk is van már egy-kettő, amit így a jövőben meg akarunk valósítani, de, de titeket is ö, szívesen meghallgatunk, mert hát végtére is nektek készülnek ezek a podcastek. Ez így van. Na, hát akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!